A baloldali részen találod a hozzászólásokat. Ugye ezek a hozzászólások azok, amik a blogban a bejegyzéshez kerülnek. Tehát megjelent egy cikket, és ehhez valaki hozzászól, egy reakció történik, és ez jelenik meg itt a hozzászólásoknál. Vagy itt a baloldalon találod a hozzászólás részben, vagy hogyha megjelenik egy új hozzászólás, akkor kapsz róla egy e-mailt, illetve itt fent, itt megjelenik egy szám, egy buborék hogy hány hozzászólás érkezett, és hogyha ide rákattintasz, akkor beérkez ebbe a hozzászólások részbe. Ugye itt felül van egy szűrő, ahol tudod mondjuk az összes hozzászólást, vagy éppen azt a függőben lévő hozzászólásokat, tehát azt, amit éppen nem kezeltél le, megtaláld azt, hogy miket fogadtál el, mi az, amit spamnek soroltál, illetve, hogy a lomtárban mi az, ami ki lett dobva. Egy hozzászólást kezelni úgy kell, hogy ráhúzod az egeret, és itt meg tudod adni azokat az opciókat, amit éppen szeretnél. Ha nem szeretnéd, hogy megjelenjen ez a hozzászólás, akkor egyszer rá kell kattintani az elutasításra. Itt válaszolhatsz is arra, és javaslom is, hogy mindenféleképpen válaszolj ezekre a hozzászólásokra. Sokkal interaktívabb lesz így a blogod, de ez egy fontos dolog. A gyors szerkesztésre, hogyha rákattintasz, az, akkor egy ilyen gyors információt, gyors szerkesztést tudsz elérni, ahol, ahol bele tudsz írni ebbe a, a kommentbe, amit ők írtak. hogy esetleg valamilyen helyes hibát szeretné javítani. Ugye van a következő a spam, amikor spamnek minősíted a hozzászólást, tehát hogyha mondjuk külföldi bejegyzések lesznek, mindenféle krikszkrakszal, akkor azt spamként megjelölheted, illetve a lomtárba helyezéssel, a hozzászólásod átkerül a lomtárba, amit utána egyből tudsz kiüríteni. A csoportműveletek itt is élnek, tehát kipipálod, majd a csoportműveletet lenyitva egyből többet is be tudsz rakni spamnek, vagy lomtárba tudod helyezni, elfogadni, vagy elutasítani is tudod. Szűrők szintén működnek, hogy az egy hozzászólás, vagy egy visszajelzés, ezt szűrővel tudod szűrni, és bármikor tudod kezelni, vagy csoport művelettel vagy egyéni művelettel. A hozzászólásokban keresni a jobb oldalon tudsz, és ugye már egyszer mutattam, majd többször is, hogy ugye amit lássunk részben, tudod ö, kipipálni azt, hogy mik látszódjanak itt a hozzászólásoknál, és hogy hány darab elem látszódjon. Ugye ezt érdemes kiszedni a pipát, visszarakni, és már is látod azt, hogy mi az, ami éppen változott. Mindenféleképpen kezeld ezeket a hozzászólásokat, tehát ne hagyd ott sokáig, érdemes válaszolni rájuk. Nagyon fontos ez az embereknek, látják, hogy törődsz velük, úgyhogy mindenféleképpen kezeld a hozzászólásokat, mert egyre értékesebb lesz, hogy, hogy valódi törődés, valódi ember van ott az egész weboldal mögött. Köszönöm a figyelmet!